Negyedik fejezet ki az Ágyén Finn. A következő nap lassan telt el. A kiadásokkal óvatosnak kellett lenni. Kellő takarékoskodás mellett 40 font soká eltart. Szerencsére szép volt az idő és a séta nem kerül pénzbe mondotta Tuppence. Esti szórakozásukról az egyik közeli mozi gondoskodott. Szerda a csalódás napja volt. Csütörtökön aztán megjelent a hirdetés. Péntekre várhatók a válaszlevelek Tomi lakására. Tominak becsület szavát kellett adnia, hogy nem bontja ki ezeket a leveleket, ha ugyan jönnek, ellenben elmegy a Nemzeti Múzeumba, ahol Tupansz tíz órától kezdve vár rá. A találkára Tupansz érkezett meg elsőnek. Leült az egyik piros bársonyülésre, és mereven nézte Turner képeket, de voltaképpen egyetlen egyet se látott meg mindaddig, míg az ismerős alak be nem fordult a terembe. Nos, ugrott föl a lány ideges érdeklődéssel. Nos, mondja, melyik a kedvenc képe érdeklődött, Mr. Beresford. Igazán bosszantó volt. De legyen oly kiállhatatlan. Nem jött semmiféle válasz. Tomi a fejét rázta mélységes, kicsit talán túl mélységes szomorúsággal. Nem akartam magának csalódást okozni, öreg tupansz, azzal, hogy rögtön megmondjam. Igazán szomorú kárba veszett pénz. Sóhajtott egyet. Hát így van, mit tegyünk? A hirdetés megjelent. És csak két válasz jött. Adja ide hamar, hogy lehetett ilyen utálatos. Nem illik ilyen gorombán kiabálni tupansz. A Nemzeti Múzeumban nagyon szigorúak, tudja, ez állami. És különben is már többször mondtam, hogy magának, egy pap leányának. Á színpadon kellene lennem, végezte behelyette helyette a mondatot. Nem azt akartam mondani, de ha most már úgy érzi, hogy kellően kiélvezte az örömet, amit az én jóvoltomból fokozottan élvezhetett, mert meglepetésszerűen jött a teljes reménytelenség után és ne felejtse el kérem, hogy mindezt díjmentesen nyújtottam. Legjobb lesz, ha áttérünk postánkra, amint mondani szokás. Upansz nem volt olyan szertartásos, Hirtelen kirántotta Tomi kezéből a két drága borítékot, és alaposan megnézte. De vastag ez a papíros, látszik rajta a jó mód, ezt hagyjuk utoljára, és előbb a másikat nyitjuk ki. Igaza van, egy, kettő, három, rajta. Pansz kicsi hüvelykúja felszakított a borítékot, kivette a levelet. Tisztát, uram! a ma reggeli labban megjelent hirdetésével kapcsolatban lehet, hogy szolgálatára lehetek. Tatán felkereshetne a fent jelzett helyen holnap délelőtt 11 órakor. Őszinte híve. A. Kárter. 27 Karshalton Gardens olvasta Tupansza címet. Az ott van a Glaster Road irányában. Van időnk, ha föld alattival megyünk. A. Haditerv tehát a következő lesz, mondta Tomi most én kerülök sorra, és megkezdem a támadást. Amikor Mr. Carter színe elé kerülök, jó reggelt kívánok neki. Ő viszonozza a szokásos köszöntést hozzáteszi, hogy parancsoljon leülni, Mr. Mire én gyorsan és sokat mondóan azt felelem, Edward Whittington. Mr. Carter erre lángvörös lesz és rémülten kérdi, mennyit akar. A szokásos 50 fontnyi tiszteletdíjat zsebre vágva én eltávozom, lent az utcán találkozunk és már megyünk is a következő címre, hogy ott megismételjük az előadást. De legyen olyan csacsi, Tomi. Most lássuk a másik levelet. Ó, ez a récből jött. 50 font helyett, 100. Én olvasom. Tisztelt Uram! Hirdetése ügyében nagyon örülnék, ha villás reggeli idejében felkeresne. Őszinte híve. Július P. Kersheimer. Ta, Szoltomi. Ez valami huncut német, vagy talán amerikai milliómos, akinek nem volt szerencséje az öszki megválogatásában. Mindegy, villás reggeli idején ott leszünk. Szeretem ezt az időpontot, az ilyen találkozásokon minden okos ember betegre eszi magát. Kupansz helyeslően bólintott. Na, most lássuk Kártert. Jó lesz, ha megyünk. Karshalton Gardens nagyon rendes utcának látszott. A házak mind egyformák voltak és elegánsak, Tupans szerint, mint az úrinők. A 27-es számnál csengettek. A szobalány, aki ajtót nyitott nekik, olyan rendes kis teremtés volt, hogy tupans reményei már a látásától is alábszálltak. Tommy Mister, Kártert kérte és a szobalány kis irodába vezette őket a földszinten. Alig egy perc múlva kinyílt az ajtó és magas, keskenyfejű, madárarcú, fáradt modorú ember lépett be rajta. Mr. Y. A. mondta, és mosolygóit. A mosolyában volt valami határozottan vonzó. Kérem, üljenek le, mind a ketten. Szót fogadtak. A férfi, úgy látszik, nem volt hajlandó elkezdeni a beszélgetést és így tupaz volt kénytelen megszólalni szeretnénk valamit tudni, azaz nem lenne szíves közölni velünk, hogy mit tud Jane Finnről. Jane Finn, a Mr. Carter gondolkozni látszott. Hát az a kérdés, hogy önök mit tudnak róla. Kupansz kihúzta magát. Nem tudom, hogy ez mennyire érdekelheti önt. Nem, pedig bizony nagyon érdekel. Igazán. Ismét elmosolyodott a maga fáradt módján, és elgondolkozva tette hozzá, szóval ismét csak megérkeztünk ehhez a kérdéshez. Mi tudnak önök Jane Finnről? Ejnye-ejnye -enye folytatta, míg tupansz hallgatott valamit, csak kell tudniuk, hogy így hirdettek labban. Kissé előre hajolt és szeliden, rábeszélő hangon tette hozzá, ha megmondaná nekem. Mister. Carter egyéniségében volt valami különös mágneses erő. Pansz láthatólag igyekezett mentesíteni magát ez alól a hatás alól, és így felelt. Azt nem tehetjük meg, ugye, Tommy? Legnagyobb csodálkozására azonban Tommy nem jött a segítségére. A fiatalember le sem vette a szemét, Mr. Carterról, s, amikor megszólalt, szokatlan tisztelet csendült ki a hangjából attól tartok, hogy az a kevés, amit tudunk, nem sokat ér méltóságodnak. De ezt a keveset legalább elmondhatjuk. Tomi, Upansz elkiáltotta magát csodálkozásában. Mr. Carter megfordult a székén, szemei kérdően fürkézték Tomi arcát. Tomi bólintott. Igen, méltóságos uram, rögtön megismertem. Franciaországban láttam, amikor a C-osztálynál voltam, amint belépett a szobába, tudtam. Mr. Carter felemelte a kezét. Ne említsünk neveket, kérem. Engem itt Mr. Carter néven ismernek. Ez különben az unokanővérem háza. Néha kölcsön adja nekem a házát, amikor arról van szó, hogy ne legyen hivatalos jellege a működésemnek. Nos folytatta, hol az egyikre, hol a másikra nézve kimeséli cél nekem ezt a történetet. Kezdje el, Tupansz, a maga élményeiről van szó, mondta Tomi. Igen, igen, halljuk. Tupansz engedelmesen el is mondta az egészet, kezdve az ifjú kalandorok RT. Megalapításától egészen V. Mr. Carter szó nélkül hallgatta az elbeszélést, és megint nagyon fáradtnak látszott. Időnként végig húzta kezét a száján, mintha a mosolygását akarná elrejteni. Mikor a leány befejezte, komolyan bólintott. Nem sok, de sokra enged következtetni. Igazán sokra. Ha nem haragszanak megérte, megmondom, hogy különös emberpárra akadtam magukban. Nem tudom, de lehet, hogy elérnek valami sikert ott, ahol mások semmit se tudtak elérni. Tudják, én hiszek a vak szerencsében. Mindig is hittem benne. Egy pillanatra elhallgatott, azután tovább beszélt. Nos, mi legyen? Maguk keresnek. Volna kedvük nekem dolgozni. Persze, nem hivatalosan. A kiadásokat megtérítjük és fizetést is adunk. Pansznek tátva maradt a szája a csodálkozástól és a szemei mind nagyobbak és nagyobbak lettek. Mi lenne a teendőnk? kérdezte halkan. Mr. Carter elmosolyodott csak az, hogy folytassák, amit már megkezdték. Találják meg Jane Fint. Igen, de ki az a Jane Finn? Mr. Carter komolyan bólintott. Igen, azt hiszem, joguk van arra, hogy megtudják. Hátradőlt a székében, keresztbe rakta a lábait és ujjait egymásra támasztva, halkan, egyhangúan beszélni kezdett maguknak semmi közük a titkos diplomáciához, ami mellesleg megjegyezve majdnem mindig rossz taktika. Elég lesz, ha annyit mondok, hogy 1915 elején megíródott bizonyos okmány. Ez valami titkos egyezménynek, békének, vagy hívják, aminek akarják volt a tervezete a különböző államok képviselői aláírásra készen megszerkesztették, és pedig Amerikában, mert Amerika akkor még semleges volt valami Denvers nevű fiatalembernek kellett volna ezt a tervezetet Angliába hoznia. Külön ezért indult el, át Angliába. Azt hitték, hogy sikerült annyira titokban tartani az egész dolgot, hogy senki se tudott róla semmit. Az ilyen remény azonban rendszerint hiú ábránd. Mindig akad valaki, akinek szájában nem áll meg a szó. Denver a lusitania gőzösen indult Angliába. A fontos iratokat viaszos vászonba varva hozta. Ekkor történt, hogy a lusitaniát két torpedó találat érte és elsüllyedt. Dembersz az eltűntek közt volt később, aztán kihalázták a holttestet a tengerből, és minden kétséget kizáróan felismerték. De nem találták meg nála a viaszos vászon csomagot. Bár most az volt a kérdés, hogy elvették-e tőle, vagy ő maga átadta-e valaki másnak. Az utóbbi lehetőség mellett szólt az is, hogy az alatta pár perc alatt, míg a megtorpedózott hajó süllyedt és a mentőcsónakokat vízre bocsátották, voltak, akik látták, hogy Denvers egy fiatal, amerikai lányjal beszélget. Senki se látta azonban, hogy tényleg átadott-e valamit a leánynak, de nem lehetetlen, hogy mégis megtette ezt én magam lehetségesnek tartom, hogy rábízta az iratokat erre a leányra. Bizonyára arra gondolt, hogy neki, mint nőnek, könnyebb lesz megmenekülnie a hajótörésből, és akkor eljutathatja rendeltetési helyükre az iratokat. Legalábbis több esélye lesz erre, mint Denver'snek. Ha föltesszük, hogy így történt, akkor felmerül a kérdés, hogy hol van a leány és mit csinált az okmányokkal. Utólag az az értesítés jött Amerikából, hogy Denver nyomon követték útján. Vajon ez a lány összeköttetésben állott -e Denvers Vagy az okmányok átvétele után most már nem került kerülte sorra? Míg végül sikerült csellel vagy erőszakkal elvenni tőle az okmányokat. Azonnal hozzáláttunk a lány felkutatásához. Ez egész váratlanul roppant nehéz lett. A neve, Jane Finn megjelent ugyan a megmenekültek név sorában, de maga a leány, úgy látszik, nyomtalanul eltűnt érdeklődtünk előélete iránt, de ez se sokat lendített a dolgon. Árva leány volt, és egy nyugati államban valami kis iskolában tanított. Az útlevele Párizsba szólt, az egyik ottani kórházban kellett volna jelentkeznie szolgálattételre önként ajánlotta volt föl a szolgálatait és némi levelezés után megegyeztek, mivel a hajótörés után a megmenekültek közt látták a nevét. A kórház igazgatóság természetesen nagyon csodálkozott azon, hogy a leány nem jelentkezett náluk és különben se adott életját magáról. Mindent megpróbáltunk, hogy a nyomára bukkanjunk a fiatal leánynak, de hiába. Végig kutattuk érte egész Írországot, de attól a pillanattól kezdve, hogy az angol partokra lépett, teljesen nyoma veszett az Egyesség tervezetet, senki fel nem használta, bár ennek semmi akadálya nem lett volna, és így végül is azt hittük, hogy Danvers mégis elpusztította az okmányokat. A háborúnak újabb korszaka kezdődött, a diplomáciai helyzet ennek megfelelően átalakult, és az Egyesség tervezetet sem szerkesztették meg újra sőt a legerélyesebben megcáfol. Ták azokat a híreszteléseket, hogy ilyen tervezet valaha is készült. Jane Finn eltűnése is feledésbe ment és az egész dolog elfelejtődött. Mr. Carter elhallgatott és tupansz türelmetlenül kérdezte. De miért lett most ismét aktuális ez a dolog? Hiszen most már vége a háborúnak. Mr. Carter modora mintha megélénkült volna. Azért, mert úgy látszik, hogy a kettő iratokat mégsem semmisítették meg, és ha ma előkerülnek, egészen más és végzetes jelentőségük lesz. Pansz nagyot nézett. Mr. Carter bólintott. Igen, öt évvel ezelőtt az egyesség tervezett fegyver volt a mi kezünkben. Ma is fegyver, de ezúttal az ellenségeink kezében. Borzasztó baklövés volt, ha nyilvánosságra kerülnének az egyesség feltételei, ennek rettenetes következményei lennének. Újabb háborúra vezethetne, csak hogy most nem Németország lenne az ellenfeleink. Én ugyan nem hiszek ebben a legvégzetesebb katasztrófában, de annyi bizonyos, hogy ez az okmány olyan államférfiakat kompromittál, akiket nem tudunk nélkülözni és akiknek jó hírnevén éppen most nem szabad, hogy csorba essék. Olyan jelszót adna kezébe a munkáspártnak, amelynek senki se tudna ellenállni, pedig véleményem szerint a munkáspárt kormányra jutása alig, ha nem tönkretenné a brit gazdasági helyzetet. De ez még mind semmi az igazi veszélyhez képest. Egy pillanatra elhallgatott, aztán nyugodtan hozzátette. Talán hallották vagy olvasták, hogy a jelenlegi munkászavargások mögött bolsevista izgatás rejtőzik. Upanz bólintott és ez igaz folytatta máj. Kárter, a bolsevista arany valósággal özönlik ebbe az országba, hogy előkészítse a forradalmat. Van itt valaki, akinek igazi nevét nem tudjuk, mert a sötétben dolgozik, és csak is saját céljait szolgálja. A munkászavargások mögött a bolsevisták állnak, s a bolsevisták mögött ez a titokzatos ember áll. Ki ez az ember? Nem tudjuk. Mindig úgy beszélnek róla, mint Mr. Brownról. Jó állnév, legalább 15 ezer angolt hívnak így. Valami azonban egészen bizonyos, korunknak ez a mister. Brown a legtehetségesebb gazembere. Bámulatos szervezettel dolgozik. A háború alatt a békepropaganda legnagyobb részét ő szervezte, és ő is látta el pénzzel mindenütt ott vannak a kémei. Nem angol honpolgárságot szerzett német. Kérdezte Tommy sőt ellenkezőleg minden jel azt mutatja, hogy született angol. Német barát volt, ahogy burbarát lett volna Kruger idejében, amikor Dél-Afrikában harcoltunk. Nem tudjuk, hogy tulajdonképpen mire törekszik. Valószínűleg valami olyan hatalomra, amire még nem volt példa a világtörténelemben. Semmiféle adatunk nincs arra vonatkozólag, hogy mint ember és egyéniség milyen lehet. Állítólag még a követői is tudják, hogy kicsoda. Ahányszor kereszteztük a nyomait, mindig csak mellérendelt szerepet játszott, mindig valaki más játssza a főszerepet. De utólag mindig rájövünk, hogy a háttérben észrevétlenül ott volt még valaki. Cseléd vagy irodatiszt, és a vége aztán az, hogy Mr. Brown szokása szerint kámforrá vált és megint kicsúszott a kezünkből. Ó, kupíszínsz felugrott vajon nem. Nos! Emlékszem, hogy Mr. Whittington irodájában is volt valami titkárféle. És Whittington Mr. Brownnak szólította. Nem gondolja. Carter elgondolkozva bólintott. Nagyon valószínű. Az a különös, hogy rendesen megemlítik valahogy ezt a nevet. A lámgész rögeszméje. Van valamilyen fogalma arról, hogy milyen volt a külseje annak a Mr. Brownnak. Igazán nem néztem meg közelebbről, olyan forma volt, mint bárki más, semmi különöset nem vettem észre rajta. Carter a szokott fáradt módján sóhajtott. Mr. Brownról mindig ezt mondja mindenki. Szóval telefonüzenetet hozott annak a Wittingtonnak. Nem emlékszik, látott telefonkészüléket a külső irodában. Upi gondolkozott. Nem, azt hiszem, nem láttam telefont. Ez az. Mister. Brown a telefonüzenet formájában rendelkezett. Természetesen kihallgatta egész beszélgetésüket. Az üzenet átvétele után adott Whittington magának pénzt, és mondta, hogy jöjjön el másnap. Upan szigentintett. Akkor kétségtelenül Mr. Brown keze. Ebből láthatják folytatta Carter pillanatnyi szünet után, hogy milyen ellenféllel állnak szemben. Valószínűleg korunknak legélesebb elmélyű gonosztevője ez a Mr. Brown. Nem nagyon tetszik nekem az egész dolog, tudják. Maguk nagyon fiatalok, mind a ketten. Nem szeretném, ha valami bajuk történ. Erről szó se lehet. Biztosította Tupans roppant határozottsággal. Én majd ügyelek rá, méltóságos uram tódította Tomi. Én meg majd magára ügyelek. Vágott vissza Tupans, Katározottan kifogásolva Tomi gyámkodását. Jó, hát ügyeljenek egy másra mosolygott Mr. Carter. Most pedig beszéljünk ismét komolyan. Valami rejté van-e körül az egyesség tervezet körül, aminek még nem sikerült a nyomára jönnünk. Egyenesen és minden kétséget kizáróan megfenyegettek vele. A forradalmi elemek úgy szólván kimondták a szól, hogy a kezükbe van, és adott pillanatban majd előállnak vele. Másrészt megint kitűnt, hogy nincsenek tiszta a benne foglalt feltételekkel, tehát aliéja van a kezükben az okmány. A kormány azt hiszi, hogy csak be akarják csapni, és hogy helyesene vagy sem, megítélni nem tudom, továbbra is. Tagadja, hogy volna ilyen okmány. A magam részéről nem osztom teljesen a kormány nézetét. Történtek ugyanis indiszkréciók, elhangzottak egyes megjegyzések, amelyekből arra lehet következtetni, hogy nem csak puszta fenyegetésről van szó. Valahogy úgy látom a dolgot, mintha kezükben lenne ugyanaz áruló okmány, de nem tudják elolvasni, mert rejtjelezve van. Kolot mi! Tudjuk, hogy ez nem áll, mert az egyességtervezet nem volt rejtjelezve, természeténél fogva nem is lehetett. Ez a feltevés tehát nem helytálló, de valami van a dologban. Persze az sem lehetetlen, hogy Jane Finn meghalt, bár én valahogy mégse hiszem ezt. A legkülönösebb a dologban mégis az, hogy tőlünk akarnak adatokat szerezni Jane Finnről. Hogyhogy? Hogy? Igen, vannak jelek, amelyekből ez látszik. Megerősíti felfogásomat Miskoli elbeszélése is. Ok tudják, hogy mi keressük s erre előállítják Jane Fint, például Párizsban az egyik leánynevelő intézetben. Upansz nagyot nézett és Mr. Carter elmosolyodott. Senkinek sincs fogalma arról, hogy milyen is volt ez a leány, hát ebből nem lehet baj. Kitalálnak valami mesét, feladják neki a leckét és megbízzák, hogy szedjen ki belőlünk minél több adatot. Ugye, most már világosan látják a helyzetet szóval ön azt hiszi szít megállt, hogy jobban megértse, hogy valóban Jane Finn néven akartak engem Párizsba küldeni. Mr. Carter mosolya a szokottnál is fáradtabbnak látszott. Én, tudja, hiszek a véletlenben, mondta.